ez a fa, mezei szil, a mezei szil, ő kell tudni azt, hogy eléri a 40 méter magasságot is. Autokton azt mondják, vagyis helyi. Ezen a vidéken őshonos. Itt szereti, itt él. A története is érdekes, mert ha történetet nézzük, 1848. december 9-én itt a csatatér kellős közepébe esett ez a fa. De még az Isten akkor is megjutta, mert nem érte ágyugójó, vagy nem érte semmiféle baj. A nagy tűzvész, ami volt ugyancsak 1849-ben, azt is túlélte, akkor, amikor Köpecet ugye helyette hadtestparancsnok szabadrablást adott, 24 órás szabadrablás Köpecen, amikor 51 embert megöltek, és a falut felperzselték, akkor a malom is itt felperzselődött, a fa ezt is túlélte. 55. Annak ugye nagy akció készült a helynek a megpucolásában, rettentően nézett ki, és elég sok fiatal jelentkezett. Bár én azt mondtam örökkétig, hogy hát a mai fiatalok nem dolgoznak, nem szeretnek dolgozni. Hát elmondtam, hogy hát Benedek Elekad, mikor az utolsó mondatot írta Szent Iváni Jenőnek, azt írta fel, hogy dolgozzon. Hát amikor itt a gyerekek hordták ki ezt a sok törmeléket innen, hát kesztyűt húztak egy-kettőre, ölelték, vitték, nekem ez a mondat jutott az eszembe. Legelőször. És a Jenő bácsi is mondta, hogy ezek a fák sok történelmi időn, hosszú történelmi időn tanúskodtak itt erdővidéken, azért is szoktam nevezni tanúfáknak, mert tanulja sok eseménynek. Egy másik dolog, ami úgy nagyon érdekes, hogy maradt meg ez a fa? Ez legyen titok, legyenek feltételezéseink, de legyen titok, hogy hogy maradhatott meg. Érdekes volt Jenő bácsinak a kicsi szegecskék, hogy belevárték a szegeket, és akkor megmakacsolta a fa magát, még azért is élek. Így volt a betegségekkel is, így volt a viharokkal is, pontosan. Egy másik dolog, amit én még abban is hiszek, hogy három szinte egyforma hatalmas ága van.
És ez a három szinte egyforma hatalmaság. Három, a hármas szám, bűvös szám. Gondoljunk csak arra, három személy van az Istenben. A Szent Háromság az egy elfogadott tény. A hármas szám oly bűvös, mágikus szám, amelyik lehetséges, hogy itt is mondatja és mutatja hatását. Az öröm az, hogy van ilyen fa. Ez Köpesztőle picit északra, 131-es megyei út szélén, a Barót-patakán található híd közelében él. Közel 300 évesre becsülte a szakember, megmértük derék mellmagasságban, helyesbittek, mellmagasságban 7,3 méter a körmérete a fának, szinte 5 felnőtt emberre van szüksége ahhoz, hogy körbe tudják ölelni a fát.